Megtámadtak egy turistabuszt Koszovó nyugati részén, körülbelül 90 kilométerre a fővárostól, Glogjan térségében pénteken este. Egy álarcos tüzet nyitott a buszra, amelyen 8 tinédzser utazott. A sofőr azonnal meghalt, 3 fiatalt kórházba vittek, de csak egyikük életét tudták megmenteni. Az ő állapota stabil. Egyelőre nem tudni, hogy ki az elkövető és mi volt az indítéka.